1906. április 25-ét írtak, amikor Nagyváradon kigördült a Kocsiszínből az első villamos. A 110 éves jubileum alkalmából indították be azt a nosztalgia villamost, amely a század elő hangulatát idézi, és a történelmi belvároson át időutazásra hívja utasait. Nagyvárad Tavi Rózsa városnegyedének végállomásáról indul ezentúl minden szombaton és vasárnap az a nosztalgia villamos, melyet a helyi közszállítási vállalat újított fel a Sebeskörösparti város villamos közlekedésének 110 éves évfordulójára. Az idősek még emlékeznek a régi idők villamosára. Munkába Szent László tértől mentünk állandóan, úgyhogy mindig megnéztük az elejére, üljünk a hátuljára, üljünk mikor, hogy szép volt, szép. Szép, tetszik nekünk, hogy ezt megcsinálták így. Az 1928-ban Ausztriában gyártott Siemens villamost a bécsi közszállítási vállalat adományozta a városnak. Miután a szerelvény több mint 40 éven át járt az osztrák fővárosban, a motorvagon teljesen ki kellett cserélni. A felújítás során a villamos belsejét fenyő, hás és tölgyfa burkolattal látták el. A fogantyúkat bronzból készítették, székeket, padokat helyeztek el benne. Minden olyan itt, mint 100 évvel ezelőtt az első váradi villamosoknál. Ezzel a karral növelem a sebességet, ha visszafele húzom. Ez az elektromos fék, van egy mechanikus fékünk is. Ez pedig a vészfék itt, illetve két pedál, az egyik közül a csengő, a másik a fék. A 15-20 km/h közlekedő szerelvény Nagyvárad legfőbb látványosságainak érintésével közlekedik. Beindítása az első lépés egy közszállítási múzeum létrehozása felé, melynek alapítását a közelmúltban jelentette be Csúzi István, a vállalat vezérigazgatója.